Sziasztok, itt vagyunk az Eiffel Csarnokban, és a Közlekedési Múzeum idéglenes kiállítását fogom most megnézni. De az első, amit láttam, ez a szép gőzös itt, magyar zászlóval. Egyébként itt vagyunk benne a területén. Ugye a teljes Közlekedési Múzeum még nincs átadva, viszont október 31-ig, csütörtöktől vasárnapig van itt egy idéglenes kiállítás, ezt fogom most megnézni. Arra fele kell menni a tájékoztató szerint, úgyhogy előre tovább. És akkor látjátok, itt van a... Volt egyszer egy éjszaka, igen, egyébként itt volt végén a járműjavító, 2008-ban zárták be. Ha jól emlékszem, ott elmegy egy Hannoveri. És is itt is van biciklikáról, na hát ezt nem tudtam. Akkor igazából leparkolhattam volna itt is, de most már mindegy. Ott pedig egy koporsó a plakáton. Ja, meg is nézzük. Akkor ez egy gyors videó lesz, mert látjátok, mai napon technikai okok miatt zárva. Hát akkor majd visszajövök holnap, és akkor innen folytatjuk. 24 hours later. Ezt nézzétek, akkor mégis következő nap sikerült bejutni. És meg is érte várni, mert még ingyenét is kaptam. És ezt nézzétek, itt vagyunk már bent. Itt vannak ilyen mozdonytáblák. Mindenféle fajtából, itt pedig egy gőzös. Köszönjük, még bicikliből is van itt három. Itt pedig van két bobó. Meg amúgy rengeteg kép. És ott van az Árpád is, azt majd később meg fogom nézni az elebről is. És az egyes gőzös. Nézzük meg a 424-est. Tehát volt a mozdonygátor, a Artevál gőz. Hát ott képzelni, hogy nézed. Jó, rendben van, hagyj menjünk. Nézzétek meg az egyes Szergeinek egy nagy arányú makettje. És itt van még két bobó. Hoppá, hát ez régről maradt itt ez a matrica, amikor még volt sláger, ott pedig a fűzőlap. Nézzétek, ez egy régi utas tájékoztató berendezés. Nagyon-nagyon régen, olyan 25 évvel ezelőtt még Békéscsabai vasútállomáson is volt ilyen. Azt hiszem, hogy Pécsen láttam még hasonlót. És bizony, itt az órákat kézzel állítgatták a vasútasokba. És itt van az Árpád. Sajnos utazni nem sikerült vele. Eddig egyszer se, viszont többször láttam már, és utoljára még menetrend szerint Kassára is ment egy 6 évvel ezelőtt. Aztán
Szóval meg nagyon úgy tűnik sajnos, hogy többé már nem fog közlekedni, de aztán ne legyen igazam. Nagyon kényelmes egy jó szága hetett egyébként. Sőt, még Adventi Express-re is ment, még Bécsbe is, még 2014-ben, meg 15-ben is. Csak hát, mint látjátok, korlátozott férőhelyei vannak, tehát nagyon nehéz volt rá helyet foglalni, és nem is volt olcsó. És nézzétek, itt volt a vezetőfülke. Hát, sajnos zárva nem lehet bemenni, pedig szívesen megmutatnám nektek. Aha, és itt a 1987-ben kapott egy teljes helyreállítást. Néhány régi viszonylag tábla. Néhány régi plakát, munkahelyi balesetek témában. Nézzétek, ezek a régi ezért télhangszórók. Megelőzően az üzem akkor igazgatójának kezdeményezésére ugye alakult egy tím, amelyik a technológiai folyamatok lehetőségét tervezte meg, illetve hajtotta végre. Tehát, látjátok, egy V60-as. Méghozzá a 3-as. Itt pedig úgy látom, munkavédelmi ruhák vannak. Hétköznapi ruházat, munkavédelmi ruházat. Nézzétek, itt van a koporsó is. Sajnos nem fotózható helyen van, de az egyik legjobb gőzöse a mávnak, vagyis hát volt. Valószínűleg sem fog már többet közlekedni. Egy fapados kocsi. És ilyenek még közlekednek a MÁV Nosztalgiánál. És én még utaztam ilyennel külön vonaton. Lehet, hogy nem pont ezzel, de hasonló típusúval, igen. És itt van a még érintetlen, vagyis hát még üres éjszaki járműjavító csarnok, és valószínűleg itt is kiállítás lesz majd későbbiekben. De hát az még jó pár év, mire közlekedési múzeum megnyílik teljes egészében. Akkor ennyi lett volna a közlekedési múzeum időszakos kiállítása. Második nekifutása sikerült megnézni. Most már nyitva volt. Akkor köszi, hogy ezt is megnéztétek. Majd persze, hogyha megnyílt a közlekedési múzeum, biztosan el fogok idejönni. És ha valóban is nyilván lesz videó. Sziasztok!